Tiszteltek, köszöntöm a sajtó képviselőt a mai lakossági fórumunkon. Vendégünk Kósa Lajos, a Fidesz frakció tagja, országgyűlési képviselő, a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság elnöke. Vele ma itt egy sajtótájékoztatót tartunk, a sajtótájékoztatót után pedig egy lakossági fórumot az Európa Parlamenti választásokkal kapcsolatosan, amelynek a legfontosabb tétje az, hogy meg tudjuk-e védeni a jövőnket, a bevándorlástól, az illegális bevándorlóktól, meg tudjuk-e védeni kultúránkat, nemzetünket, és meg tudjuk-e védeni Európát, az európai keresztény kultúrát. Én át is adom a szót Lajosnak. Köszönöm szépen, tiszteltek, köszöntök mindenkit. A mai fórum az egy olyan sorozatnak a része, amikor is több mint 60 Fidesz politikus, országgyűlési képviselő, kormánytagok, államtitkárok járják az országot, és több mint 240 fórumot tartunk. Ezen fórumok alatt durván olyan 240-250 ezer választópolgára fogunk tudni személyesen is találkozni, hiszen ezek nem csak előadások, hanem utána lehet kérdezni, beszélgetni ezeken az eseményeken. Azért tesszük ezt, mert szeretnénk közvetlenül is elmondani az embereknek, hogy sorsfordító az a választás, amely előtt vagyunk, május 26-án, hiszen arról fogunk dönteni, hogy Európa vegyes népességű, multikulturális földrész legyen, vagy pedig Európa visszatérjen a keresztény gyökereihez, önazonosságához, és az Európai Unió erős, önálló nemzetek szövetségeként folytassa azt az együttműködést, amit mi egyébként messze menőkig támogatunk. Tehát a Fidesz abszolút Európa párti, viszont egy erős nemzetek szövetségén alapuló együttműködés az, amit mi szeretnénk, és nem ezt a multikulturális birodalomépítést, amiről egyébként az ellenfelénk is beszélnek. Egyértelmű, hogy meg szeretnénk állítani a migrációt. A mai magyar ellenzék az egész egyszerűen mindegyik pártja támogatja a migrációt, hiszen beálltak abba a sorba, amit alapvetően Soros György pénzén szerveznek, és amelynek az a célja, hogy Európa egy vegyes kultúrájú, vegyes összetételű, vegyes népekből álló országok szövetsége, vagy ebből épülő birodalom legyen, ami alapvetően veszélyeztet a kultúránkat, az általunk ismert európai életet, és a biztonságunkat. Nekünk Magyarország az első, mi Magyarországot szeretnénk Brüsszelben képviselni, és nem fordítva a brüsszeli Egyesült Európai Államok megfogalmazta érdekeket képviselni itt helyben. Úgyhogy az a helyzet, hogy mindenkit arra biztatunk, hogyha erős Magyarországot szeretne, amely megvédi magát a migráció ellen, akkor és megvédi a magyar emberek biztonságát, értékeit, életét, akkor támogassák a Fidesz-KDNP jelöltjeit.